Sokatokban már most érzed, hogy nő az a fajta kenet, az az elhivatottság, ami most hitáltal született meg benned. Tudod azt, hogy hova tartasz, hogy merre mész, hogy ki a te atyád, kik a te testvéreid, ki a gyülekezet, ki a mennyasszony. És arra kérlek, hogyha megszületett benned az elhívásod, hogy gyere kérlek ide előre, fogunk érted imádkozni. Aki tudod, hogy szeretnék kimenni, szeretnéd, ha ki lennél küldve. Bátran gyere előre. Halleluja. A legelején föltettétek a kezeteket páron az elhívásra, hogy pásztor, tanító, vagy apostol, vagy amiről beszélünk most. Halleluja. Ha ez megvan, akkor gyertek ma ide előre. Azért vannak ma itt az apostolok, az apostol, az atya is. Halleluja. Hogy ma kiküldés lesz. Hogy beleálljatok abba a szolgálatba, abba az elhívásba, hogy ez ne csak az ülésről szóljon, hanem kimenjetek, és megtermékenyítsétek azt a földet, ahol éltek. Amen. Amen. Radikálisak legyetek, hogy kinyissátok magatokat, hogy előjöjjön az az ajándék, az az elhívás, amen, ami bennetek ott van. Hogy megváltozzon ez a város, hogy megváltozzon ez a nemzet. Mindenki, aki úgy érzi, hogy megvan az elhívása, ott van benne az elhívás, tudja a célját, az irányát, az jöjjön előre. Mostanra terveztem, de amíg lejössz, még egy emberhez vagy kettőhez, nem tudom hányhoz fogok szólni. Egy pár éve ezelőtt megtanultam, hogy nem lehet egy keresztény rendezvény úgy, hogy az evangélium ne hirdettessék ki, mert lehet, hogy van egy ember, akinek aznap kell hallania. Nem tudom, ki vagy itt, nem tudom, hogy vagy itt, nem tudom, hogy van egyáltalán itt, de itt ma hallhattál Isten fiúságról, hallottad azt, hogy Isten szereti az embert, és Isten egy atyai kapcsolatba akar veled lépni. És lehet, hogy gyülekezetbe jártál, lehet, hogy gyülibe jártál, lehet, hogy soha nem jártál gyülekezetbe, de ez a kapcsolat még nem volt meg. Ehhez ma meg kell térni, van egy lehetőség, amen, hogy ma megtérjél. Amen. Lehet, hogy elkóboroltál már, és csak most kezded érezni, hogy Isten hív vissza téged. Akárhogy is van, a megtérésnek az idejét hirdetem most. Nem csak a kiküldésnek lesz itt az ideje, vagy van itt az ideje, hanem a bejövetelnek, amen, is, a beérkezésnek az ideje. Ezért, ha ma úgy vagy itt, hogy még soha nem tértél meg, hogy nem tudod azt, hogy milyen Isten az atyai kapcsolat, én arra kérnének, hogy tedd fel a kezedet, akárhol vagy. Ha úgy érzed, hogy neked vissza kell térned, amen, ott látok egy embert, igen, amen, köszönöm szépen egy kezed. Én arra kérnének, hogy te, aki föltetted a kezedet, akkor, ahogy Jézus bevállalt, és én is annak idején bevállaltam, én arra kérlek, hogy ha meg akarsz élni, akkor gyere ki, kérlek. És érted fogunk imádkozni, mert te, ma te vagy a legfontosabb. Mindenki, aki... Gyere! Köszönöm, hogy felvállaltad. Gyere, kérlek, előre. Ha megengeded, akkor itt imádkoznánk érted. Gyere, kérlek. Nem azért, mert cirkusz van, hanem egyszerűen azért, mert szeretünk. Figyelj, amen, dicsőség az Úrnak. Hogy hívnak? Roland, akkor elmondanék egy rövid imát. Hiszed Jézus Krisztus, hiszed az Istent? Akkor Jézus Krisztusra egy személyes kapcsolatra kerülni. Hiszed azt, hogy bűnös vagy? Hiszed azt, hogy muszáj, hogy Isten megmentsen bennünket, és hogy téged megmentsen? Elkötelezed magad arra, hogy Jézusnak átad az életedet? Akkor te szabad vallomásra most elmondunk egy imát, és mondd utánam, kérlek, jó? Ti meg nyújtsátok ki a most új testvérünk felé a kezeteket. Istenem, én előtted állok, és megvallom, hogy bűnös vagyok, hogy szükségem van rád. Én behívlak az életembe, Jézus.
Behívlak az életembe, Jézus. Én akarlak. Én akarlak. Azt se tudom, mit jelent ez. Azt se tudom, mit jelent ez. De akarom, hogy üdvözíts. De akarom, hogy üdvözíts. Én Isten fia akarok lenni. Én Isten fia akarok lenni. Vele akarok járni. Vele akarok élni. Ott hagyom a régi életem. Ott hagyom a régi életem. Segíts ebbe nekem. Segíts ebbe nekem. Hogy legyek egy új ember. Hogy legyek egy új ember. Egy új sorssal. Egy új sorssal. Egy új elhívással. Egy új elhívással. Új célokkal. Új célokkal. Mutasd meg. Mutasd meg. Hogy én más vagyok. Hogy én más vagyok. Hogy én a te fiad vagyok. Hogy én a te fiad vagyok. Egy Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban. Amen. 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 Köszönség az Úrnak. Fognak érted imádkozni a testvérek, jó? És elmondják a továbbiakat, oké? Egy ember... Te jössz. Nem, csak egy ember, és mindig így mentek tényleg munkahelyre, vagy bárhová, tudjátok, hogy lehet, hogy ott van az az egy ember, mert te is voltál egy ember. Amen. Te is voltál az az egy, aki miatt Amen. Megállt az univerzum, és azt mondták, hogy most jött el a te időd. Amen. És ma eljött a ti időtök. Eljött Amen. Annak az ideje, hogy aktivizálódjanak a bennetek lévő ajándékok, Amen. Megerősödjenek, felturbózzodjanak. Amen. Átadom a szót István apostolnak. Én bennem még... Túl azon, hogy ti előre jöttetek, szeretnék mindjárt imádkozni, értetek, de a szívemben az van még, hogy Isten akarja megmozdítani, kimozdítani azokat is, akik már valamilyen szolgálatba, elhívásba, ajándékba benne voltatok, csináltátok, de aztán az valahogy leült az életetekbe, Amen. És Isten most újra hív, Amen. Hogy kelj fel, Amen. Állj fel, Amen. Indulj el újra. Halleluja. Tehát, hogyha így vagy, Halleluja. Hogy valamiben megálltál, de most érzed azt, hogy újra föl kéne venni azt a fonalat, akkor téged is kérlek, hogy gyere ide előre, mert ez egy nagyon fontos dolog, egy új esélyt kapsz Amen. Istentől. Ragadd meg ezt az új esélyt. Halleluja. Korábban dolgokban benne voltál, megfáradtál, megkeseredtél, bármi is volt, de most Isten azt mondja, hogy én akarom megújítani azt az elhívást, azt a szolgálatot te rajtad, így módon gyere. És még egy terep van a szívemen, hogy hívjam mozdulásra azokat. Én egy ilyen szellemi atyai szolgálatban vagyok, és én ebből nem tudok kilépni a bőrömből, úgyhogy benne maradok. Tehát Malakiási ígében ismeritek az Ószövetség végét, hogy ezekben az időkben, az utolsó időknek egy nagyon fontos jellemzője, hogy az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz tölti, hajtja. Ma az eklézsiában nagyon nagy a szellemi árvaság, és Isten ezt akarja megszüntetni. És ezért hívja ezekben az időkben azokat a szellemi atyákat, anyákat, akiknek a szíve kész arra, hogy fiak felé megnyíljanak, hogy segítsenek, hogy lehajoljanak, hogy az egyházban szűnjön ez a szellemi árvaság, hogy a fiak megerősödöttek legyenek, ki tudjanak állni, és olyan fiak legyenek, mint ezek a srácok itt. És úgy örültem nektek, mert úgy vagyok vele, ha már az Úr engem elhív, lesz, akit folytatja, és nagyszerű elhívások vannak. És hogy minél többen föl tudjanak állni a fiak közül, és meg tudjanak maradni, ne sodródjanak el. Hogyha szellemi atyaságra, anyaságra érzel hívást Istentől, hogy odafordulj fiatalabb generáció felé, vagy szellemileg fiatalabb felé, tehát ez nem életkor függő, akkor téged is kérlek, hogy állj föl, és mondj igent most az Istennek, ha érzel erre elhívást, mert én úgy érzem, hogy ebben is nagyon fontos, hogy imádkozzunk. És akkor most pedig szeretnék egy áldást mondani rátok, akik itt vagytok, itt álltok. De ugye hallottuk azt, hogy olyan nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, hogy Isten gyermekeinek mondanak minket. 1 János 3.1-ben úgy folytatja ezt az ige, hogy és azok is vagyunk. Igen, így ezt erősítette most Isten bennünk, hogy azok is vagyunk. Édesatyám, a Jézus nevében megáldom ezeket az embereket. Az Úr Jézus nevében legyetek áldottak, akiket ma az Isten ígéje megérintett. Megérintett az elhívásban, abban a numero 1-es elhívásban, az identitásban, hogy Isten gyermekei vagyunk.
hogy Isten kiválasztott bennünket, hogy Isten elhívott bennünket a fiúságra. Megáldalak, ez most nagyon erőteljesen ott legyen, ott éljen benned. Kapjon újra tüzet benned, erővel, hatalommal legyen benned. És amikor elmész, egy ketyegő bomba legyél, ott, ahova csak mész, hogy Jézus hatalmas nevében, hogy valóban hordozd ezt az Isten fiúságot, ez jelenjen meg, és nyilvánuljon meg rajtad keresztül, erővel és hatalommal, és tud bemutatni Jézus Krisztus erejét és hatalmát a családodban, munkahelyeden, suliban, a szomszédok felé, bárhol is vagy az Ocean pénztárosa előtt, a Jézus hatalmas nevében, ez a kenet, erősödjék meg rajtatok, Jézus hatalmas nevében, ez az identitás, kapjon tüzet bennetek, és ne aludjátok ezt ki a holnapi napra, nem ez folyamatosan kapjon táplálást a szívedben, az életedben, hogy Isten gyermeke vagy, Isten fia vagy, elhívottja vagy, hogy Isten hordozod, hogy megtermékenyítsd a környezetedet azzal, ami már benned van, amivel Isten termékenyített téged. A Jézus nevében megáldalak, hogy ez erőteljes legyen te benned, hogy ez győzelmet kapjon, és a gonosznak, a tűzoltónak semmi esélye ne legyen, hogy ez megoldja benned. A Jézus hatalmas nevében most erősödjön ez benned, és most kiküldelek benneteket Jézus nevében, ezzel az erővel, ezzel a hatalommal, ezzel a tűzzel, hogy menjetek, képviseljétek Jézus Krisztus, képviseljétek az ő királyságát, hiteles módon, győzelmes módon, legyetek áldottak Isten népe, Istennek gyermekei. A Jézus nevében kiküldelek benneteket, menjetek és legyetek áldást a környezetetek számára, hogy itt ebben az országban, az eklézsiában, az eklézsián kívül legyen nyilvánvalóvá, hogy él az Isten királysága, és élnek és munkálkodnak Istennek gyermekei, erővel és hatalommal. A Jézus nevében így menjetek, és legyetek áldássá. Adjuk rá együtt azt, hogy Amen! Halleluja! 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 Amen! Ez az a nap, amikor vállaltátok a kiküldetést, vállaltátok azt, hogy kimentek, nem csak ültök, hanem belálltok abba az identitásba, akik vagytok, mert ti Isten fiai vagytok. Amen. Isten fiai vagyunk, felkentek vagyunk, erősek vagyunk a Krisztusban, és ez a világ fehérlik az aratásra. Amen. Így van. Kimegyünk és meghódítjuk, learatjuk ezt a világot, learatjuk ezt a várost, learatjuk ezt a nemzetet. Amen. Ez a te korod, ez a te idő. Ez a te felelősséged, ez a te életed, ez a mi időnk, mi jövünk most, ez a mi időnk, dicsérjük az Urat, Amen.